Jól teljesít a hazai turizmus a félévi adatok alapján, ez derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb adataiból. A külföldiek már most is 16%-kal több éjszakát töltöttek hazánkban, és 28%-kal többet költöttek, mint tavaly ilyenkor. Emellett a belföldi turizmus is népszerű maradt. Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő szerint trendivé vált Magyarországon belül utazni. A Covid idején meglehetősen nehéz volt bárhova is utazni, hiszen volt olyan időszak, amikor még karanténban kellett tölteni bizony hosszú-hosszú időt, és a közelebbi célpontok azok mindenképpen népszerűbbé váltak, hiszen senki nem akart bevállalni nagyobb utat, a határokat pedig nem is tudtuk átjárni. Emiatt aztán trendévé vált a belföldi turizmus, felfedeztük a közeli tájakat, és megcsodáltunk gyönyörűségeket ott a közvetlen lakókörnyezetünkben. Ez az időszak mindenképpen jó volt arra minden szörnyűség és nehézség mellett, hogy rádöbbenjünk, hogy milyen óriási kultúrkincsel, milyen óriási természeti kincsel rendelkezünk. A szakértő szerint a tavalyihoz hasonlóan Budapest és a Balaton mellett a Tokaj-Nyíregyháza régióban is jól alakul a vendégforgalom. Magyarországon a koronavírus járvány előtt hazánk GDP-jének mindegy 13%-át adta a turizmus, és közel 400 ezer ember megélhetését biztosította. Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét nézzük, akkor látjuk azt, hogy Nyíregyháza például milyen csodákat rejt, milyen gyönyörű templomok vannak Beregben, ott van ugye Csaroda, Tákos, sorolhatnám tovább. Látjuk azt, hogy Nyírbátor, a sárkányok földje tudja vonzani a közelről, távolról a vendégeket, tehát mindenképpen felértékelődött a belföldi turizmus. És korábban is voltak népszerű desztinációk, népszerű úti célok, de még inkább láttuk azt, hogy bőven van mit keresni a saját szülőföldünk környékén. Aztán végre utazhattunk, most már mondhatjuk talán azt, hogy túl vagyunk a Covid-on, és a külföldi turisták is elkezdtek visszatérni. A belföldi vendégek, a belföldi turisták előtt pedig megnyílt az a lehetőség, hogy fapados járattal külföldre utazzanak, hogy utazási irodák szervezésében nagyobb nyaralásokon vegyenek részt, hogy beüljenek az autóba és elmenjenek Horvátországba. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe sokan utaznak Romániából, Szlovákiából és korábban Ukrajnából is jelentős vendégforgalom érkezett. Kis Róbert Richárd szerint a térség turisztikai beruházásai beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Annak köszönhető Nyíregyháza felemelkedése, mondhatjuk ezt nyugodtan, hiszen Nyíregyháza azért emlékszem, hogy 15-20 évvel ezelőtt gyakorlatilag turisztikai szempontból nem volt egy releváns hely, manapság már Szabolcs-Szatmár-Bereg megye virágzó települése, sőt, országos szinten nagyon komoly eredményeket tudott elérni. Annak köszönhető, hogy van egy olyan állatparkja, ami szerintem a magyarországiak közül a legjobb, hogyha nem azt mondom, hogy persze a budapesti nagy csodálója vagyok a budapestinek, meg nagyobb, meg minden, de én azért ott voltam, és hát nézzük meg az állatokat, hogy mennyire jól érzik magukat, és mindig születik valami kis állat. Hát én nagyon sokat jártam a nyíregyházi állatkertbe, és láttam, hogy az állatok is jól érzik magukat, nem csak a vendégek, azért ez is fontos, de annyi attrakcióval, annyi ötlettel dobták fel a nyíregyházi állatparkot, hogy ez vonza a vendégeket, hogy ez a közösségi médiában elterjedt. Emellett vannak attrakciók. Hát nézzük meg, hogy nézett ki a Sóstok környéke mondjuk 15 évvel ezelőtt. Nézzük meg a szálláshelyeket. Hát ugye ott most nem akarok neveket mondani, de tudjuk, hogy miről beszélünk, milyen szálláshelyek születtek Nyíregyházán. Nézzük meg az attrakciókat, a Skanzen környékét. Tehát Nyíregyháza felfejlődött, az attrakciók, az élmények olyanok, hogy már erre mennek a turisták, nem azért, mert olcsó. A szép kártya, mint fizető eszköz továbbra is a belföldi turizmus motorja, tette hozzá Kis Róbert Richárd, aki úgy látja, a Covid-járvány gazdasági hatására országszerte, így vármegyénkben is egyre több szép kártya elfogadó szálláshely található. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai alapján 2022-ben a kártyabirtokosok Magyarországon mintegy 385,2 milliárd forintot költöttek a szép kártyákról.